Sziasztok, én Alex vagyok, és itt is lennék a Company of Heroes 2 végigjátszásának a harmadik részével, amiben a felperzselt föld küldetést fogom még egyszer megpróbálni. Úgyhogy az előző részben nem sikertelenül hajtottam végre ezt a feladatot, de most már tudom, hogy mi volt a hibám, úgyhogy megpróbálom egy picit újra gondolva csinálni a dolgokat. Ezt nem nézzük végig, már tudjuk. Aki nem tudja, az nézze meg az előző részt. Igen, itt most az a lényeg, hogy el kell, és fel kell égetni mindent, amit itt hagyunk, addig meg még az embereink pakolásznak, és na, amíg a szovjetek pakolóznak, elfelé addig nekem vissza kell tartani a németeket. Na, nekem itt most be kell olvasztani ezeket a katonákat ide. Miért nem mennek oda? Így, ezeket meg ide. És ezt kellett volna végig-végig csinálnom, amit én szépen nem csináltam. Hogy mindig megmaradjanak ezek a rohamosztogosok, mert ezek sokkal erősebbek. És ez azt jelenti, hogy én most hoztam 6 embert, ők voltak 3-an a rohamosztogosok, és a 3 ember csatlakozott hozzájuk ezekből a besorozott katonákból. És akkor ezek sokkal erősebbek. És ezeket meg kell védenem. És van nekem 4 ilyen rohamosztogosom, hogy ezeket mindig utánpótlással úgymond védenem kell. Ők teszik itt a dolgukat. Ezeket is így be lehet állítani itt a fedezékbe. Ezek itt fedezékbe vannak. És akkor várni kell, hogy csinálják a dolgukat. Igen, mert ezek látható tudnak dobni gránátot, füstgránát. Van ez a tüzelési fölény, cucc, meg ugye, mert ez, ezek itt fejlődnek. Kapják a csillagokat, kapják itt az érdemrendeket, és kár őket hagyni meghalni, ezért hozni ezeket a friss besorozott osztagokat, és pótolni a meghalt egységeket. Egyébként tudom, mit jelent a plusz, meg a sárga, meg az ilyen vörös pajzs, és a zöld, a sárga, meg a vörös pajzs. A zöld az, hogy teljesen fedezékben vannak. A sárga pajzs az, hogy egy, hát, félig, meddig fedezékben vannak, meg tudják őket lőni, hogyha nagyon profi célzók, mint a sniper ilyenek ki tudják szedni. A piros meg az, hogy egyáltalán nincsenek fedezékbe. Ajaj, itt már oldalról is jönnek. Akiktől most nincsenek szerintem fedezékbe. Viszont ők sincsenek fedezékbe, úgyhogy szépen meg is haltak. Ez a kis célzás cucc, most ezekről a dolgokról beszélek, ami itt a jobb felső sarokban az egységek alatt találhatók. Ez a villogó kis célzó kereszt, az meg azt jelenti, hogy most képen lőnek. Ennyit érdemes így tudni róluk. Ezt itt tutoriából hallottam, tesóm játszotta az elsőnek a tutoriáját, és akkor ott hallottam, mondta a tutoriálos emberke. Valamiért nem nagyon lövöldöznek, csak páron. Ti miért nem lőttök? Csak ilyen roham van, az meg nem akarok olyat. Ezeket ki kellene szedni, mondjuk. Itt állok a hátuknál, és olyan bambák, hogy nem vesznek észre. Nézzük. Úgy értek vissza fedezékbe. Nem, még maradt itt.
Jó, sikerült őket visszavernünk. Úgyhogy talán most fog jönni az, hogy... És még jól is állnak 6-6-5. Kár, hogy az egeret egyébként nem mutatja. Igen, most jönnek valami bombázók, hát remélem, hogy... Nem, itt csak ledobtak a egységeket, hogy van most. Gyertek egy picit vissza, fel az égbe. Hová lettek azok a szarosok? Hol van ez az ötös? Jó lenne az egy egység ide az ötöshöz beállna. Kapnak egy gránátot is, akkor szerintem elhallgatnak. Közben még hozok én ilyen tartalékosokat. Ó, de nagyon előre jöttek. Viszont az a baj, itt is kell őket támadni. Hol van? Így, jól vagytok. Ti beolvadhatnátok ide. Mi van, ne veszítsünk már területeket. Jó, vissza is foglaljuk. Hú, ennyi sok helyre kell figyelni, hogy az nem emberi. Jó, ti ide-vissza. Csak az a baj, hogy segbe lőnek bennünket. Hívtam én itt ilyen friss cuccokat, friss húst. Jó lenne, hogyha azok is harcolnának. A rahamosztogosaim azok nagyon kell rájuk vigyázni. Úgyhogy van itt egy ilyen három fős rahamosztag. Azokhoz kellene még ez a segítséget küldeni. De mondjuk ti ide jöttök. Így. Ti bombákat szereltek ide. Ti ide. Ajjaj, már csak alig vannak ketten, de nem baj, itt van a felmentő sereg. Ti oda. Itt hogy állnak? Jó. Hát ez meg marad itt egy picit hátul, vigyázz itt az engineerekre. Az felrobbant. Az szintén. És még maradt azt hiszem egy. Hát ez hogy nem robbant fel. Pont nem a legjobbat küldöm ide. Valahol még... Csak ezeket kell talán még felrobbasztani. Ja, majd gyújtogatni kell ezt itt a házakat, az lesz ami másabb. Lőszerdobóz, ez most szerintem nem kell. Jó, ez már két csillagos. Ez most mi is? Még gombot kell megnyomni, kattints a bal gombra a kiválasztásához, bal kattints az ellenséges csapaton. Jó, gyertek vissza. Jó, az a lényeg, hogy ezek itt mutatom nektek, de nem látjátok ezek a
fajta egységek, ezek a rohamoszlagosok életben maradjanak, az szerintem itt a nyerésnek a kulcsa. És közben itt mellé küldetéseket úgymond csinálni. Ezt nekem ez a fő tényleg, hogy ezek életben maradjanak, ezektől függ az egész minden. Ezek tudnak mindenféle fasz a dolgot csinálni, tudnak gránátot dobni. Az egy emberre nagyon kellett. Ó, és bejutott ide egy ilyen gennyes. Ó, ezek nem tudom mit kell csinálni, gyerek, ez igaz. But they won't give up that easily. Ja, akkor most felrobbant? Jó. This town may fall to the fascisti, but all they will find is... Jó, most az lesz, akkor gyújtogatni kell ezt szerintem, ha jól emlékszem. Na, égessük fel a földeket. Itt vannak ezek a... Jó kis lángszórók. Közben meg itt figyelni kell, hogy ezek csinálják a dolgukat. Mennek fel vissza fedezékbe. Odáig nem bírják el dobni. Sajnos. Viszont ti elbírjátok dobni ide. Na miért nem dobod? Dobjad oda fele. Ójjjj. Remélem ezek itt valamit érnek is, nem csak úgy vannak visznek. És akkor kezdem a gyújtogatást. Az egyik rohamosztogosom meghalt. Nem áll. Nem, ó, nem is, inkább ezeket a hármas. Ó, két rohamosztogosom, akkor annyi, bassza meg. És mindjárt ezeknek is. Á, ezt neked visszább kellett szólni, hogy nem tudom. Három csillagos, de nem sokat érek vele. Ezek meg se tudnak mozdulni, ti sem értek sem erre. Na mi történt? Mi ez a felkiáltó? Nem tudok mozogni? Ojjaj, de rossz helyem. Aj, és már csak egy van, nem hát. Az én drága csapatai. Gyere, te magadba meg tudsz menekülni. Ez nagyon jól lenne megmenteni ezt a hármast. Jó, fassa, 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 erre jöttek. Mindjárt ez is meghal, bassza meg. Bementek ott a keresztűzbe. Ej, de kár érte. Hol van ez? Ez egy csapat maradt életben, ezzel minden reményem. Csak nem tudom, hogy is kellene. Jó, skuri. Ezeket öljétek már?
Fú, de nehéz basszus, pedig most tényleg hát könnyűre is van állítva, hogy minden, és akkor is olyan nehéz. És még mindig nem gyújtottam fel egy házat sem. Nem tudom tartani egyébként itt a vonalat. És egyetlen egy kurva rohamosztogosom maradt. Mondjuk ezt is fel kell gyújtani. Jó, úgy néz ki, hogy hát persze, hogy lennének újabbak, akkor jó is lenne. Gyorsan fel kell gyújtani mindent a picsába, az menni elfelé. Nem tudnak gránátot dobni, és nem szeretném kiküldeni őket itt kockáztatni. Aj, de azért melyik is valahol elkattintottam. Ó, kinyírják, simán. Na, most meg onnan ők is lőnek, basszal. Jó, az az egy kiiktatva, most jönnek ezek. Nem nagyon remélem, hogy meg tudják oldani a dolgot. Ezt a kettőt még idehozom. És akkor megnézem, hogy hogy áll az égetés. Aj, de megint jönnek, és a hátunktól még hozzá. Nagyon eljöttek ide. És ha mindegy, hogy oda dobta, az már szar sem. Jó, és talán még egyet kell felgyújtani. Ami itt van. De még a sajátunkat is felgyújtjuk, bassz. Jó, azt az egyet kinyírod, hát. Na,
Jó, sikerült, most már csak meg kell védeni az állomást. Na most lesz egy automatikus mentés. Ez szerintem ez egy értékes automatikus mentés. Talán ezeket én a ilyen engineerekhez is be tudom rakni. Úgyhogy én ehhez az engineereshez már csatlakoztatom őket. Mi ez a védelem? Területvédések. Jó, sikerült is, akkor még ezeket is ide beolvasztom. Úgy. És kérek még le. Ja, aknákat kell most már rakni. Ezek itt vannak. Itt egy engineer. Ezt én ide rakom. Közben itt ezek a rohamosztagosok majd fedezik. Figyeljetek ide. Bocsi, egyébként nincs most annyi beszéd, eléggé nagyon koncentrálós ez a dolog. Ne baj, mindegy. Nem tudom, ezek a repülők mit hoznak, mert nagyon remélem, hogy semmi komolyat. Ezek négyen vannak, akkor ez a max négy az ilyen egységeknél. Hát jól állnak, rohamosztogosokból megvan mind a hat. Ezekből az építő és engineerekből 4-4, az tökéletes, és akkor van három ilyen tartalékos egységem, mert is friss besorozott egységem. Na, akkor most a sineket meg kell akarázni, hogy ezt itt elfoglalják, ennyi a feladat. Úgyhogy mindent idehozok, mindent. Hogy ezek itt védjék az egészet. Tankokhoz is teszek minden hová. Legalábbis nagyon remélem, hogy az az egy, igen, ezt az egyet kell most már megvédenem. Hát ennyi egysége, ha nem fog sikerülni, akkor sem ennyivel. Nézzétek, mennyi vannak, és ezek mind fedezékben vannak, azt hiszem. Ide be is lehet küldeni néhány egységet, de is küldök ebbe a kis épületbe. Ez egy főadi szállás? Hát ne baszhatok, ez egy főadi szállás. Jó, jönnek, faszom, most megnézzük, mit ér ez az egység. Ez a sok katona. Ó, három csillag! Ah, foglalhatják akár mikor, most már nekem azok a területek úgysem kellenek. Itt az elég, hogy védjünk. Akkor a tüzelő van itt, hogy ó, most már tankok is jönnek. Mi az nem tank? Azt hittem, hogy a Flame Lance talpas
Nála tankra gondolt. Jó lenne egy ilyen izést oda küldeni a rohamos magosokhoz. Á, nem, ez itt volt közel, úgyhogy jó. Talán ti is küldöm, és akkor egyesítem. Jó, be, vissza is küldöm, az a biztos. A házban szerintem ott jól vannak. Na most mi van a német felderítő autókkal? Mit tudok azokkal én kezdeni? Dobjak oda a gránátot, vagy hogy? Vagy menjek egy picit előrébb? Na szerintem jó lesz az. Az a lényeg, hogy nem tudnak foglalni, és kész. És a mieink azok meg szépen mennek elfelé. Szerintem ez a két autó el is ment, és megnyertük. Á, nem jönnek itt még, de ezeket simán kiírom. De akkor most ezeket ki kell nekem nyírni? Vagy mi van? Ha nem muszáj, akkor nem küldeném ki oda a katonáimat fölöslegesen. Legyen egyet, oda küldök. Hát, ha valamit tudnak. Először ide. Utána meg oda. Hát igen, ezeket a páncélosokat nehezen tudják ezt kinyírni, úgyhogy lehet, hogy ez nem kellett volna oda küldeni. Úgyhogy lehet, hogy visszaküldem őket. Ha túlélik. Nem tudom, meddig kell egyébként. A főri szállást meg tudom erősíteni, ez volt. Hova mentek? Itt azt hiszem van egy olyan, amelyik idő kevesebb van. Ezekkel egy rohadt gránátot kellene dobni. Csak hát nem tudom, hogy hogy. Ide hozok néhány izét. Az lesz a megoldás. Nem is tudom. Kockáztatok, megpróbálom. Csak először akkor ezeket már szedjük le. Vagy hogy lenne a legjobb? Talán ahogy eldobták a gránátot, rögtön futás vissza. Jó van, gyertek vissza, vissza, vissza! Visszavonulás! Mindenki visszavonulás! We are losing supplies to the enemy.
Fasza! Ez az! Szerintem ezt sikerült megcsinálni. Na ez szép munka volt, ez tényleg a rohamosztagosok nagyon sokat segítettek. Ja, és akkor itt mindjárt felrobbantjuk a hidat. Mindjárt lesz valami kibaszás. Na ez nem esett jó. Ezért védtem ezeket a katonákat. Na látom, azért Izakovicsnak sem esett valami jó. Na, teljesítve van a küldetés. Hát sajnos a végén eléggé rossz dolog történt. De ebben nem volt beleszólásom. Na. Akkor köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt. Tetszett, lájkoljátok. Iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg. Kapcsoljátok be az értesítést, amit a feliratkozás gomb melletti csengővel lehet megtenni. Ezzel azt éritek el, hogy elsőként értesültök minden egyes friss videóról, amit feltöltök a csatornámra. Akit érdekel a mezőgazdasági tartalom, az nézze az Agrár csatornámat is, meg a Farming szimulátoros sorozatomat. Akit meg nem, az meg nézze csak ezt, nekem úgyis oké is. És hogyha van olyan ismerősötök, aki szereti ezeket a tartalmakat, akkor osszátok meg vele is. Én Alex voltam, sziasztok!